Az oltmenti Gidófalván sok székelyföldi településhez hasonlóan hatalmas székelykapu fogadja az erre járót. Szimbolikus felelevenítése ez azoknak a koroknak, amikor minden település bejáratánál kapu állt. A néhány éve felszentelt kapu a helyi Kövér György munkáját dicséri, akit nem csak fafaragóként, hanem katonai hagyományőrzőként is ismernek errefelé. Érkezésünkkor a házigazda, kihasználva az enyhe decemberi időjárást, éppen faragni készül az udvaron. Az apró mintás, alig 7 cm átmérőjű kexnyomók elkészítéséhez ugyanis természetes fény kell. Ezek hagyományos formák. A lényeg az, hogy megcsinálják a tésztát, amiből a keksz lesz, kísérítik, utána belenyomkodják a mintát, ezek a minták negatívban vannak faragva, és amikor belenyomják, akkor az pozitívba a kekszen rajta lesz. A gépesített keksz gyártás korában a György által faragott kisebb keksznyomókat és a nagyobb méretű mézes kalács ütőfákat ma már szinte csak kézművesek használják, elsősorban egyedi mintájú pogácsák ünnepi sütemények készítésére. Ezek a darabok külföldi megrendelésre készülnek, és karácsonykor szereznek majd örömet néhány lelkes gyűjtőnek. Hasonló alkotások elismeréseként érdemelte ki György idén ősszel a Magyar Kézműves Remek címet. A munkákat rögzítő vaskos album fényképei elárulják, hogy a monumentális székelykapuktól a legkülönbözőbb dísztárgyakig sok minden kikerült házigazdánk keze alól. A Magyar Szabadságharc legfiatalabb tábornokának emlékére éppen most készül egy plakett. Cecz János ugyanis Gidófalva szülötte, édesapja itt működtetett hadiiskolát, így a huszár hagyományőrzéssel is foglalkozó fafaragó szívesen vállalta a minta elkészítését. Ez a nagyapámnak a huszárkép alapján készül. Annyi különbsége, hogy az egyenruháját átalakítottam a 11-es székely határőr huszárezred egyenruhájára, aminek a hagyományait én is őrzem. Kövér György nem csak fafaragóként, hanem katonai hagyományőrzőként is kötődik elődeihez. Kezdeményezésére jött létre a helyi Csillagőrző Egyesület, ami pedig a legkedvesebb számára az a szabja forgatás, amelynek világába szívesen vezetné be a fiatalokat. Ez mindenképp jó lenne a fiatalok érdeklődését felkelteni. A kérdés az, hogy hogyan, az már sokkal nehezebb, főleg a mai számítógépes világban. Hát ami szerintem a legjáratóbb út, az a példamutatás, tehát hogy a gyakorlatban lásson egy olyat az a fiatal, ami neki megtetszik. A Kövérportán nem csak a család fő kézműves. György felesége a Magyar Alföldről hozta magával a fazekas mesterséget. 13 évvel ezelőtt találkoztunk Gyurival Magyarországon táján egy alkotótáborba. Ott ismerkedtünk meg, ott kezdődött a szerelem, és rá egy évre ide költöztünk. Andrea immár gidófalvi keramikusnak számít. Csendes kis műhelyében modern formákat használva többnyire használati tárgyakat korongozik. Most éppen a karácsonyi vásárra készül, sorra kerülnek ki a keze alól a csészék, bögrék, medálok, kis díszek. Én a fazekasságot tanultam, tehát a hagyományos fazekas szakmát, de azóta már átváltottam inkább a kerámia, tehát egy kicsit az iparművészeti stílust művelem. Ezt a portékáimon is lehet látni. Ez már az idei karácsonyi kézműves nagyvásár Sepsiszentgyörgyön. Itt találkozunk ismét Andreával, de itt nem csak fazekasként, hanem szervezőként is feladatot vállalt Várajjai Rékával együtt, aki szintén Magyarországról költözött Székelyföldre. Annyira szerettem a magyarországi karácsonyi vásárokat az Iparművészeti Múzeumban, vagy a Nagytétényi Múzeumban, vagy akár a Vörösmarty téren, és arra gondoltunk, hogy ugye Andrea ő kézművesként látja a kézműves felül a vásári oldalt, én pedig művészettörténészként ezt a szervezői vonalat, hogy akkor csináljunk közösen egy igazi értéket képviselő karácsonyi vásárt. A siker nem maradt el, hiszen már 11. alkalommal jöttek össze a környékbeli mesterek, hogy hagyományos kézműves termékekkel tegyék szebbé minden magyar karácsonyát.